Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Jó ütemben haladnak a nyírség vízpótlásának előkészületi munkái. A szakemberek a beruházással kapcsolatban lakossági fórumokat tartanak az érintett településeken. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Változás. Az országos mentőszolgálat veszi át az ügyeleti ellátást. Vízpótlás a nyírségben, lakossági fórumokat tartanak a projektről. Ipari park épül a Fényeslitkei óriás terminál szomszédságában. Az országos mentőszolgálat veszi át március 1-től a házi orvosi ügyelet megszervezését Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A változtatástól azt remélik, hogy a különösen a kistelepülésen élő sürgős ellátást igénylő betegek gyorsabban és hatékonyabban részesülnek segítségben. A központi ügyeletet a jövőben az 1830-as telefonszámon lehet majd elérni. A részletekről Korcsmáros Ferenc regionális igazgató beszélt kameránk előtt. Tudni kell az előzményekről az, hogy az országos mentőszolgálat az elmúlt 75 éves múltjában azért már számos alkalommal kapott szerepet ügyeleti ellátás működtetése, szervezése szempontjából, hiszen akár Hajdú-Bihar vármegyében, de Csongrád megyében, illetve a Dunántúlon is évtizedekig működtettünk, szerveztünk, irányítottunk orvosi ügyeleteket. 2021-ben elindult Hajdú-Bihar megyében egy orvosügyeleti pilot projekt, amelynek az volt a célja, hogy új koncepcionális alapokra helyezzük az ügyeleti ellátás szervezését, működtetését, és ennek a 18 hónapnak a több mint 45 ezer ellátási eseményeiből eredő információk és adatok alapján döntöttünk úgy, hogy ezt a projektet folytatni kell, és egy olyan struktúrában működtessük tovább az ügyeleti rendszert, amely garantálja minden beteg számára a megfelelő időben az állapotához igazított esélyegyenlőséget biztosító egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Ennek kapcsán 2023. március 1-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy olyan ügyeleti ellátási konstrukció lép életbe, amely kettő fő elemből áll. Az egyik eleme ennek az ügyeleti ellátásnak munkanapokon 16 órától 22 óráig, munkaszüneti napokon pedig 8 és 14 óráig megvalósuló orvosi ügyeleti ellátási rendszer, amelyben házi orvosok és házi gyermekorvosok vesznek részt, és ebben az ügyeleti ellátásban nagyon fontos, hogy olyan akut ügyeletben jelentkező problémák megoldására van lehetőség, amely nem várhat a következő házi orvosi rendelésig. Ilyen ügyeleti ellátási helyre 13 járás központban kerül kialakításra központi ügyeleti ellátási folyamat, amelyben, mint említettem, házi orvosok és házi gyermekorvosok fognak részt vállalni. Ebből Nyíregyházán egy felnőtt és egy gyermekellátó pont alakul ki, a többi járás központi ellátási hely az pedig vegyes ügyeletként működik, tehát alkalmasak mind felnőtt, mind gyermekek ügyeleti ellátására. Az ezt követő 22 óra utáni időszakban és munkaszüneti napokon 14 órától induló időszakban egy klasszikus sürgőségi ellátási forma nyilvánul meg, amelyben szerepet szánunk az országos mentőszolgálat mentőállomás hálózatán túl a mentőegységeknek, a sürgőségi osztályoknak és azoknak a meghosszabbított idővel működő ügyeleti központoknak, amelyek biztosítják ezt követő időszakban is a térség lakosságának sürgőségi ellátását. Nagyon fontos, hogy egy egységes ügyeleti hívószám kerül bevezetésre. Egy 1830-as ügyeleti hívószám az, amely garantálja azt, hogy a megye bármelyik pontjáról ezt a telefonszámot hívva a Nyíregyházi Mentés Irányító Központban fogják fogadni a hívást. Az itt ülő mentés irányító kollégák, akik egyébként ismerik a megye mentőellátását, egészségügyi ellátó struktúráját, ők fogják kikérdezni a beteget egy meghatározott protokoll alapján, és ebből a kikérdezési protokollból származó információk mentén fognak arról dönteni, hogy a beteg tünetei, panaszai alapján milyen legoptimálisabb ellátási módot kaphat ezen ügyeleti időszakban. Lehet, hogy megtörténik egy telefonos tanácsadás, akár a mentés irányító kollega saját kompetencia szintjén belül. Lehet, hogy az ügyeletes orvost fogja kapcsolni
és megtörténik egy orvos-beteg telefonos konzultáció. Lehet, hogy arra kap a beteg felkérést, hogy fáradjon be a tartózkodási helyéhez legközelebbi ügyeleti ellátópontra, de hogyha erre nincsen lehetősége, és ez indokolja az ő állapota, akkor ügyeleti ellátó egység fogja ellátni a saját lakásán, de az is elképzelhető, hogyha olyan tünetek, panaszok kerülnek napvilágra, ami alapján a mentésirányító kollega azonnal mentő küldését tartja indokoltnak, akkor ez fog megtörténni, pontosan az garantálva, hogy a beteg a panaszaihoz, tüneteihez illesztve a legoptimálisabb ellátást és a legoptimálisabb időben kaphassa meg. Évek óta láttuk azt, hogy az orvosi ügyeleti ellátás szertágazó heterogén képet mutat, nem csak a megyében, hanem az országban bárhol. Különféle ellátási struktúrák működtek, különféle szolgáltatók vettek benne részt, és ez bizony a heterogenitást és a tükrözte, illetve azt, hogy nem egyforma eséllyel jutott hozzá ugyanolyan minőségű ellátáshoz egy falun élő, egy járásközpontban vagy egy megyeszékhelyen élő beteg, és mi azt gondoljuk, hogy fontos, hogy mindenki egyforma esélyekkel, betegbiztonságot garantáló módon ezen ügyeleti időszakban egyforma, egy kézben szervezett ellátást keretein belül kaphasson állapotához igazított ellátást, és ezt garantálja ez a rendszer, hogy nem a betegnek kell megkeresnie a panaszaihoz, tüneteihez illő ellátási formát, tehát nem ő keresi a helyét az ellátórendszerben, hanem van egy olyan szervező erem, egy olyan beteg irányítási modell, amelyet a 1830-as hívószámmal garantálunk a betegeknek, hogy egy felelős egészségügyi dolgozó lesz az, aki irányítja a beteget ebben az egészségügyi ellátórendszerben, és megpróbálja a rendelkezésre álló, az adott megyében, az adott térségben rendelkezésre álló egészségügyi erőforrásokból a legoptimálisabbat a beteg egészségügyi állapotához illeszteni, és így jön össze az, hogy az erőforrásokkal is gazdaságosan fogunk bánni, és a beteg is megkapja az állapotához indokolt minőségű szintű ellátási formát. Mint említettem, a 16-tól 22 óráig terjedő időszakban főként a házi orvosok és a házi gyermekorvos kollégák részvételével számítunk. Mellettük természetesen szakképzett ápoló személyzet áll rendelkezésre, illetve mentőtisztek is részt vesznek ebben az ügyeleti ellátó rendszerben, mentőtisztek, illetve kiterjesztett kompetenciájú sürgősségi szakemberek. Ők azok, akik a sürgősségi ellátás felületén belül egy nagyfokú biztonságot teret tudnak jelenteni ennek az ellátórendszernek, és természetesen a mentés irányító központban pedig mentőápolók, illetve diplomás szakemberek, mentőtisztek azok, akik fogadják és értékelik a hívást egy rögzített, protokolizált kikérdezési algoritmus mentén. Fontos hangsúlyozni azt, hogy minden járásközponti ügyeleti központ az vegyes ügyeletként működik, tehát lehetőség van mind a felnőtt, mind a gyermekek számára itt sürgősségi ügyeleti ellátáshoz jutni, és természetesen van lehetőség továbbra is a Jós András Kórház gyermekosztálya mellé integrált gyermekügyeleti alapellátási ügyeleti központban gyermekek részére sürgősségi ellátást kapni ügyeleti időben, tehát ez ebből a szempontból nem változik, illetve természetesen vannak a térségünkben Kisvárdán, illetve Mátészalkán is, Fehérgyarmaton is olyan gyermekosztályok, amelyek ügyeleti időben továbbra is ambuláns ellátást biztosítanak a gyermekek esetében. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi osztályok mellé integráltuk ezeket az akut alapellátó sürgősségi ügyeleti egységeket, ott ezek a betegek, akik beérkeznek ezen az egy kapun, a sürgősségi osztály egy kapuján, egy triázsoláson, egy betegosztályozási folyamaton esnek át. Azok a betegek, akik az úgynevezett T5-ös állapotsúlyossági kategóriába kerülnek, ez a klasszikus ügyeleti ellátást igénylő betegcsoport, azok ezentúl nem a sürgősségi osztályt fogják terhelni a további ellátást tekintetében, hanem ők a definitív ellátást, tehát a végleges ellátást ezekben az sürgősségi osztályok mellett integrált ügyeleti ellátó központokban kaphatják meg. Ezáltal csökken a teher, amely a sürgősségi osztályokra hárul, és ők így erőforrásaikat tudják a valódi sürgősségi esetek ellátására koncentrálni. A betegeknek pedig reményeink szerint csökken ezáltal a várakozási idejük, hiszen ők ezek mellett a
sürgősségi osztályok mellett kialakított ügyeleti pontokon gyorsabban és meghatározott időn belül fogják megkapni az állapotukhoz igazított sürgősségi ellátást. Egyre sürgetőbb a nyírség vízpótlása. Az ezzel kapcsolatos beruházások előkészületeit már megkezdték a szakemberek. A beruházásokkal kapcsolatban lakossági fórumokat is tartanak a térség számos településén. A projektről és az ehhez kapcsolódó eseményekről Gacsályi Józsefet, a Víziterv Environ Kft. Ügyvezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! Mik voltak azok az előzetes felmérések, számítások, amik indokolják azt, hogy gyakorlatilag 10 új víztározó létesül a nyírség területén? Tehát ezek a számítások is, illetve hogy most kiragadjuk a 10 víztározót, ez ettől sokkal komplexebb megközelítést jelent. Napjaink egyik legfontosabb kérdés, aki foglalkoztatja a lakosságot, tehát az a klímaváltozás. Sok szakirodalmat lehet erről olvasni, ami azonban tendenció, hogy 2010-et követően azért emelkedő tendenciát mutatnak az átlaghőmérsékletek, és a csapadék tevékenység az pedig konstans értéket mutat. Tehát, hogyha ezek nem is változnának, azt látjuk, hogy ez a száradás, ez egy elindult folyamat, mindenképpen kezelni kell. A megépült vízrendszerünk sajnos ezt nem teljes körűen rugalmatlanul tudják felmérni, tehát mindenképpen ezeket újra kell hangolni, ami nem csak a rendszerekben, hanem egy szemléletváltást is jelent az itt élők szemében, vagy a részéről. A nyírségvízgazdálkodás az a megyének egy jelentős területét, tehát egy 2000 négyzetkilométer, ha csak az érsegnyírségről beszélünk, és azt látjuk, hogy a tavalyi évnek az elmúlt 100 év legnagyobb aszályát szenvedte a terület. Látható volt, hogy mindenképpen ezt a folyamatot meg kell szakítani. Ennek előzménye már a 2000-es években elindult, és 2018-ban elkészült egy koncepció tanulmány, amelynek 3 fő pillére volt, és ennek egyik pillére volt ezek az állandó tározóknak a kialakítása, amit 10 új helyszínt jelölne meg, illetve ugyanilyen fontos, hogy egy tiszai vízkivétel is elkészülne a projekt előkészítés során, illetve a megvalósítási fázisban, ami azt eredményez, hogy nem csak a vízgyűjtő területen lehulló csapadékkal szeretnénk gazdálkodni, hanem a tiszából szeretnénk a szükséges vízmennyiségeket behozni a rendszerbe. Ez azért is fontos, mert ezzel tudnánk a folyamatos csökkenő felszín alatt vízkészleteknek a csökkenő tendenciáját megszakítani, és az lenne a célunk, hogy ezt ismét pozitív irányba tudjuk fordítani. Ennek a harmadik eleme a tisztározó és a tiszai vízkivételen kívül pedig az lenne, hogy körülbelül 280 területi vízvisszatartási helyszínt vizsgáltak meg a szakemberek, ahol azt szeretnénk elérni, hogy ott megfelelő műtárgyak beépítésével a keletkező csapadékvizet ne elvezessük a befogadó folyókba, hanem tudjuk azt a helyszínen tartani, megőrizni, illetve beszivárogtatni a talajba. Hogyan, vagy mit mutattak a hatástanulmányok? Gondolom, hogy készült ilyen, hogy ha ezek a beavatkozások megtörténnek, akkor az hosszú távon kinek és hogy lesz jó. Tehát a hatástanulmány nagyon meggyőzőek. Csak ehhez azt kell átlátni, amit említettem is, hogy egy szemléletváltásra van szükség. Például itt az a 280 terület, ahol területi vízvisszatartás valósulna meg, ott nem lenne a terület megvásárolva, hanem megmaradnának azoknak a magántulajdonosoknak a birtokában, akik most jelenleg is gazdálkodnak rajta. Csak érdekelté kell tenni a gazdákat, hogy ezeket a vizeket ne vezessék el a területükről, hanem próbálják meg ott helyben tartani, és hagyják, hogy beszivárogjon. Tehát a vizsgálatok azt mutatják, hogy ha a tiszai vízkivétel üzemel a meghatározott módon, megtörténnek, megvalósulnak az a 10 állandó tározó, amely több mint 10 millió köbméter víz visszatartását teszi majd lehetővé, illetve csatlakozik hozzájuk ez a 280 víz visszatartási helyszín, akkor egy néhány évtizeden belül vissza tudjuk állítani a szabályozás előtti állapotokat talajvízszint, illetve felszállt vízkészlet vonatkozásában. Mennyire fogja ezt a Tisza tolerálni, ezt a vízkivételt? A műszaki megoldás mindenképpen arra úgy készül, hogy úgymond egy mértékadó, tehát a legalacsonyabb tiszai vízállásnál is ez a rendszer tudjon működni. Most a számításaink szerint elképzelhető, hogy mondjuk egy évben 2-3 hónap maximum vízkorlátozásra sor kerülhet, de utána folyamatosan tudja ellátni a rendszer. Maga a tervezésnél nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy ez egy rendszer fenntartható legyen. Tehát nem kell most beszélni mondjuk itt az energiáraknak a változásáról, tehát hogy ez ne legyen egy akkora teher az üzemeltető szervezet részére, hanem lehetőleg zöld energián alapuló, megújuló energiaforrása épüljön, és akkor ez hosszú távon folyamatosan fenntarthatóvá válik.
Ebből a legnehezebb, azt gondolom, ez a szemléletváltás, amiről beszélünk, hiszen ezt a legnehezebb átformálni, és a leghosszabb ideig tart. Bár a szükség az nagyúr, tehát amikor rákényszerülnek az emberek, hogy másképp gondolkozzanak, és másképp más megoldásokat találjanak, akkor talán a szakembereknek is könnyebb dolga van. Gondolom, a lakossági fórumoknak éppen ez az egyik funkciója. Így van, így van. Mindenképpen a tervezési fázisunkban olyan szakaszában áll, ahol mindenképpen szeretnénk érvényesíteni a térségi érdekeket. Legyen az a lakosság, önkormányzat, egyéb alapítványoknak a szemléleteit, amiket még ebben a műszaki tartalomban bele tudunk illeszteni. Sajnos mondhatom azt, hogy a tavalyi aszályos év azért ráébresztett nagyon sok érintettet, hogy mindenképpen változtatni kell. Hogy csak egy példát mondjak, volt szerencsém tavaly a Tiszatúr tározónak a műszaki előkészítésében részt venni, és a legnagyobb aszály közepén, amikor a szivattyúzás elindult, alacsony tiszai vízállás mellett, és a területen megjelent a víz, az nagyon sok érintettet, gazdálkodót, lakost abba az irányba fordította, hogy igenis szükség volt, még azok is, akik esetleg korábban ezt a műszaki változatokat, vagy ezt a tartalmat ellenezték. És most azt látom, hogy a lakossági fórumok már elindultak, hogy ezt a szemléletet én visszakapom a lakosoktól, és teljesen jó látni azt, hogy azok a gazdálkodók, akik közvetlen érintettek, mert földterületükkel, gazdálkodásukkal, valamilyen szempontból sérelm vagy érdeksérelmet fognak elszenvedni, de tovább gondolják ezt a dolgot, és látják, hogy ez egy hosszú távra meghatározza a térség vízgazdálkodását, tehát lényegében a jövőnket tudjuk jó irányba fordítani. 17 települést érint maga az a 10 új tározó, amely 10 lakossági fórum keretében lesz az érintettekkel megismertetve. Minden jelzést szívesen fogadunk, tehát akár olyan területekre, amiket mi még most nem látunk át, de mondjuk a tulajdonosok tudják, jobban átlátják az összefüggéseket. Fontos ezek a jelzések, hogy még a jelen fázisban műszaki tartalomban ezt be tudjuk építeni. Milyen feladatok várnak egyrészt a tervezés szakaszában, és aztán a későbbiekben, hiszen itt azért 10 viszonylag nagy területről van szó, amit víztározásra fognak használni. Igen, tehát maga a Visiter Environ Kft., és akkor csak egy néhány gondolatot a cégről, annyit hadd mondjak el, hogy ez maga az Environ, az egy 100%-ban magyar állam tulajdonában lévő, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a tulajdonosi joggyakorlóként felügyelő tervező irodája, amely azért jött létre 2017-ben, hogy az ilyen nagy állami vízgazdálkodási beruházók kompletten előkészítse. És a komplett előkészítés tényleg abból áll, hogy az első gondolattól, vázlattervegi koncepciótanulmányokig, az engedélyezésig, utána pedig még a megvalósítási fázisban a mérnök műszaki ellenőri feladatokat is a cégünk látja át. Tudni kell rólunk, hogy a székhely a Visiterünk Kft.-nek Nyíregyháza. De ez abból is fakad, hogy az iroda 2017-es megvásárlás előtt az egy megyei magántervezirodaként működött, és ebből is adódik, hogy a tervezői kapacitásnak jelentős része az megyéhez kötik. Tehát ha mondhatjuk, kicsit hazai pályán is mozgunk ilyenkor az előkészítésnél, tehát nekünk is egyszerűbb úgy a hatóságokkal, mint önkormányzatokkal, lakosokkal ezeket a kapcsolattartásokat fenntartni, és tudunk ebben működni. És mindenképpen az a célunk, hogy itt a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, amit leendő üzemeltetővel együtt egy olyan rendszert tudjunk kialakítani, ami üzemeltethető, fenntartható, mert az lesz a garancia arra, hogy ez a rendszer tényleg átfordul abba az irányba, amit szeretnénk vele elérni. Picit próbáljuk meg számokkal érzékeltetni ennek a beruházásnak a nagyságrendjét, és először csak köbméterekről beszélünk, hogy ez a 10 víztározó, ez hány köbméter vizet tud jelenteni? Hát ez közel 11 millió köbméter víz visszatartása lesz alkalmas, és hogy most a számokról beszélünk, nem akarok itt visszazamokkal beszélni, de tudni kell, hogy itt 2000 liter per másodpercenként lesz az a szivattyú teljesítmény, amivel itt a vizet végig akarjuk a nyírségnek a gerincén emelni a Tisza folyó irányából. Ez egy 86 kilométeres nyomóvezetéket takar, melynek az átmérője több mint másfél méter, és 75 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Tehát ez egy nagyon komoly rendszer, ami mind műszaki tervezésben is fontos feladatot indikál részünkre, illetve nem véletlen, hogy ez a rendszer korábban nem valósult meg. De most már jutottunk egy olyan határa, hogy nincs hova várni. Tehát ez adja a komplexitását. És az a 10 tározási helyszín az átlagosan ilyen 100 hektár nagyságrend maga tározóként. Ezeket a korábbi koncepciókat
akció tanulmányokban előzetesen feltárásra kerülnek, mert a cél az, hogy itt területi beavatkozás nem történik. Ezek a területek most is megvannak, mélyvonulatok, olyan vízvisszatartási helyszínek, ahol egy műtárgy beépítésével ezeket az elöntéseket tudjuk generálni, csak ennek feltétele az, hogy a tiszai vízpótlásból az a szükséges vízmennyiség az biztosítottá váljon. Ha már számok, mekkora volumenű beruházásokról van itt szó pénzösszegben? Hát még most nem mernék nagyon, mert még most a tervezés olyan fázisban van, ahol még most igazán számolt, hát ezek 100 milliárdos nagyságrendekről beszélünk. Most azért is szeretnénk maga a komplex nyírséget műszakilag feltárni, és utána, amikor majd látjuk a végösszegeket, akkor a forrás függvényében lehet ütemezni. Ez egy nagyon komplex projekt abból a szempontból, hogy itt mind a természetvédelem, mind a helyi lakossági érdekek, illetve a mezőgazdasági érdekeket is, a vízügyi érdekeket szintén kiemelve. Tehát ez egy komplex, egybefort szemléletet fog takarni, és ezért az a célunk, hogy ez minden igényt ki tudjon elégíteni. Itt most nagyon jó együttműködésben vagyunk a Hordobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával, konstruktívan vizsgáltuk ezeket a tározási helyszíneket. Én úgy gondolom, hogy kialakult egy olyan műszaki tartalom, ami mind az ő, illetve a vízügyi ágazat részéről elfogadott, és most igazából lakossági fórumokkal ezzel a letisztult változattal érkezünk, hogy ott még a szükséges észrevételeket, jelzéseket, azt még figyelembe tudjuk ebbe lenni. Azt gondolom, fogunk mi még erről beszélgetni. Nagyon köszönöm, és nagyon sikeres munkát kívánok. Köszönjük szépen. Új ipari parkot alakítanak ki hamarosan a Fényeslitke mellett felépült vasúti óriás terminál logisztikai létesítményei számára. A beruházó ezzel kapcsolatban kötött a napokban stratégiai megállapodást Fényeslitke, Döge és Komoró önkormányzataival. Az új ipari park 500 hektáros területen épül fel, melyben minden feltétel adott lesz a debreceni és nyíregyházi ipari üzemek beszállítói és háttérlogisztikai kiszolgálását biztosító cégek betelepüléséhez. Rekordidő alatt, alig másfél éven belül épült fel Fényeslitke szomszédságában az East West Gate óriás terminál. Európa legmodernebb vasúti átrakodója csaknem 100 millió euróból valósult meg, a beruházó társaság pedig most újabb fejlesztésnek teremtette meg az alapjait. Csütörtökön írták alá azt a stratégiai megállapodást Fényeslitke, Döge és Komoró önkormányzataival, ami lehetővé teszi egy új, több mint 500 hektáros ipari park építését. Én azt gondolom, hogy ez egy picit túlmutat az ipari park szón és magán a tartalmon is, hiszen három nagyközségre kiterjedő terület fejlesztése indul el. Ez egy 5-700 hektár fejlesztés a most meglevő területünkkel együtt, és azt gondolom, hogy egy egységes szabályozás, egy egységes koncepció, az felértékeli ezt az egész területfejlesztést. Az önkormányzatok részére mi biztosítjuk az anyagi forrást, nyilván az önkormányzatok pedig boldogan működnek együtt abban, hogy egy egységes szabályozás jön létre. Én azt gondolom, hogy tekintettel a meglévő intermodális kapacitásra, amit az East West Gate terminál biztosít, olyan logisztikában, gyártásban, termékelállításban és raktározásban érdekelt cégek, amely egyébként is a munkaerőben azt a fajta típusú munkaerőt tudja jól foglalkoztatni, ami a környéken rendelkezésre áll. Szabó Tünde kormánybiztos arról beszélt, az óriás terminális azt mutatja, hogy hatalmas gazdaságfejlesztési lehetőség van az észak-keleti régióban. Hozzátette, az ipari park létrehozása azért is fontos, mert a térség további fejlődéséhez ki kell tudni szolgálni a gazdasági társaságokat, munkahelyteremtő beruházásokra pedig most a háborús időszakban is szükség van. Nagyon fontos, hogy egy olyan megállapodás aláírásra került a mai napon, amely több települést érint, és természetesen az East West Gate ZRT-t is, ugye Döge, Komoró és Fényeslitke írta még alá ezt a stratégiai megállapodást, amely tényleg azt fogja segíteni, hogy egy ipari park valósulhasson meg, amely kiszolgálja a környék ipari parkjait, akár a megyeszékhelyek ipari parkjait, de a gazdasági társaságok is. Nagyon nagy szükség van rá, hiszen tudjuk, hogy milyen létesítmény, beruházás történt, megvalósult meg az elmúlt esztendőben. Itt egy olyan beszállítói, logisztikai digitalizáció valósult meg, ami világszínvonalú, és tényleg azt eredményezi, hogy egész Európában
a legmagasabb szinten tudja kiszolgálni a logisztikát vasúthálózattal a terminál, és ezt fogja segíteni, amennyiben megvalósul ez az ipari park, amely lehet érzékelni, hogy bizony munkahelyteremtő, munkahely megtartó, és látva azt, hogy Észak-Kelet-Magyarország mennyire fejlődik, mennyire nagy szükség van erre, fogja tudni azokat a célokat megvalósítani, amelyre nagyon nagy igény van. Úgyhogy azt tudjuk, hogy háborús helyzet van a ukrán oldalon. Nagyon szeretnénk, hogy minél hamarabb béke legyen, de természetesen addig is folynak a munkák, az előkészületek, és nagyon reméljük azt, hogy amikor zöld utat kapunk, akkor ez az üzem már olyan mértékben rendelkezésre álljon, hogy akár a határon túliak, akár pedig itt Magyarországon, vagy a környék Európa, vagy akár a világ befektetői is felfigyeljenek arra, hogy mekkora nagy potenciál van Észak-Kelet-Magyarország, illetve Kelet-Magyarországon, vagy itt Fényesnitkén. Záhony és környékének átrakó kapacitása 1990 előtt a hamburgi kikötő éves átrakó kapacitásával vetekedett. Ez aztán a rendszerváltást követő években szinte teljesen megsemmisült. Az új Fényeslétkei terminálnak köszönhetően azonban ez az ágazat újra aranykorát élheti. Seszták Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint azért is lehet ez így, mert a beruházó valódi partnereket lát a térség önkormányzataiban és gazdálkodó szervezeteiben. Ki kellett mondanunk 10-20-30 évvel a rendszerváltás és az 1990 után, hogy sajnos nem 21. századi technikai lehetőségek vannak ebben a régióban, és éppen ezért kellett egy-egy megszállott vállalkozás, egy-egy megszállott önkormányzat, mint az East-West Gate is, aki úgy gondolta, hogy ő lát ebbe nem csak lehetőséget, hanem potenciált is, és egy olyan piaci környezetben csinált jelentős mértékű beruházást, és 21. századi beruházást, amit kevesen vállaltak volna. Itt szívből gratulálunk a megálmodóknak, a megvalósítóknak és a kivitelezőknek, hogy ilyen rövid időn belül 21. századi európai, sőt világszínvonalú terminált építettek. És azt gondolom, hogy ezzel kipipáltuk az egyik lehetőséget, hiszen egy Európai Uniós forrásból megvalósult logisztikai intermodális fejlesztés elérte célját, a teljes ipari kapacitás ezzel betelt. Viszont mit ér, tudjuk a közmondás, egy fecske nem csinál nyarat, éppen ezért egy beruházás is fontos, de ahhoz, hogy stratégiailag még erősebb és hatékonyabb legyen maga a beruházás is és a térség, ahhoz szükség van további fejlesztésekre. És ezt látta át a beruházó, hogy két megoldást tehet, vagy várja a sült galambot, hogy majd berepül abba a bizonyos szájba, vagy ő tesz érte. És ennek a jó gondolatnak a megtestesülése történik ma, hogy ő nem a sült galambot várta, hanem megkereste az önkormányzatokat, és azt mondta, hogy dolgozunk együtt. És azt gondolom, hogy ezért van ennek a mai napnak nagy jelentősége, hiszen a 19. század vége után 2023-ban egy olyan munka kezdődik most el közösen, amely hasznos a településeknek, az itt élőknek, az ide beruházni szándékozóknak, akik már beruháztak, hasznos Magyarországnak, hasznos Európának. Hiszen ha valaki, és akik itt élők, pontosan tudjuk, hogy mit jelent Ukrajna közelsége, és pontosan tudjuk azt is, hogy ha valaki jelentős mennyiségi tömeget akar Európa szárazföldi útjain keresztül keletre, Ukrajnába, vagy még távolabbra vinni, az vasút nélkül lehetetlen. A Fényeslitkei terminált hivatalosan októberben adták át, és bár az Ukrajnában zajló háború részben akadályozza az áruforgalmat, az átrakó minden feltétel adott ahhoz, hogy a háború végeztével teljes kapacitáson is elinduljon a munka. A forgalom még jelentősen nem nőtt meg, ugye a háborús helyzet az eléggé kiadt a forgalomra,
Most mi magunk is bizonyos tevékenységeket elkezdtünk fejleszteni, beleértve a ömlesztett áru átrakást és a nyersétolaj átfejtést is. Viszont ez az idő lehetőséget adott arra, hogy a rendkívül fiatal, jelentős létszámú már 130 fős dolgozói létszámunk azt a tapasztalatot megszerezze, ami az üzemszerű működéshez kell. Az új ipari park teljes kapacitásában a tervek szerint 2-3 év múlva kezdheti meg működését. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Friss műsorral legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!